A víz és az ahhoz kötődő hasznos időtöltés napi rutin a tolnaiak számára. A csónakházban is számosan voltak mindennapi vendégek. Volt, aki komoly versenyzőként, és volt, aki csak hobbiból. A tervek szerint a csónakház hamarosan turisztikai központ is lehet, amikor megépül az önkormányzati ülésen bemutatott tervek alapján az új épület. Mindez a várost és a környékét célzó látogatások megélénkülését is jelentheti. Nyilván a turizmus egyébként nagyon sok tényező befolyásolja, például a szálláshely és a vendéglátóhelyek, de mindenképpen azok a turisztikai attrakciók is nagyon sokat számítanak, amik vonzóvá teszik egyébként a települést. És én nagyon remélem, hogy egy ilyen lesz a vizitúra megállóhely is, vagy megállópont is. A Magyar Kajakenu Szövetség keresett meg bennünket néhány hónappal ezelőtt, hogy van egy projektjük, ahol vízi és kerékpáros túra megállóhelyeket hoznak létre. Ennek a költségét gyakorlatilag a Magyar Kajakenu Szövetség vállalja, erre 30 millió forintot biztosít. Nyilván adja magát, hogy a tolnai kajakház, ahol a tolnai kajakosok székelnek, ez lesz majd az otthona ennek a megállópontnak. A telek adottságai olyanok, hogy van hely arra, hogy egy ilyen megállóhelyet oda létrehozzanak. Az önkormányzat korábban döntött arról, hogy megtervezteti saját költségén ezt a létesítményt, és most bemutatásra kerültek ezek a tervek. Az időközben megemelkedő építőanyagárak erősen behatárolják a lehetőségeket. Az elképzelések szerint egy iroda és egy csónakok és kerékpárok tárolására alkalmas térből, valamint egy vizes blokkból áll majd az új épület. Éppen ezért döntöttünk mi korábban arról, hogy a tervezés költségét magunkra vállaljuk, és most láttuk gyakorlatilag a látványterveit és a vázlatterveit annak a létesítménynek, ami remélhetőleg itt a jövő évben megvalósul. Az a stég, amit a kajakosok most jelen pillanatban is használnak, ez lehetőséget ad arra, hogy ezeket a hajókat ott majd vízre tegyék, és onnan majd visszavigyék ebbe a tárolóba. És én remélem, hogy minél többen fognak majd akár a Sió felé, akár Dombori felé hajózni majd a Tolnai Holdonán. Aki vízen érkezik ide, annak lehetősége lesz arra, hogy kerékpáron folytassa a kirándulást. De aki nem rendelkezik kajakkal vagy kenuval, nekik is lehetőségük lesz majd a hajóbérlésre. A terv az, hogy ugyan nem az önkormányzat fogja üzemeltetni ezt a létesítményt, mi a helyet biztosítottuk, de majd a Kajakkenu Szövetség keres egy olyan vállalkozót, most hogy az egyesületet fogja megbízni ezzel, vagy egy másik egyesületet, vagy egy vállalkozót, ezt egyelőre erről nincs tudomásunk, de nyilván tárgyalások folynak, és én azt remélem, hogy aki a víz szerelmese, az nem csak önmaga szeretne hajózni és kerékpározni mellette, hanem szeretné ezt esetleg bemutatni másoknak is, úgyhogy én könnyen el tudom azt is képzelni, hogy konkrét kultúra tervekkel felkészülve ajánlják majd ezt az attrakciót az ide látogatóknak. Tolnáról Fadra, illetve Faddomboriba kerékpáron már biztonsággal el lehet jutni, hiszen átadásra került a kerékpárút, és ezt kiegészítve most nyilván a kerékpár út is oda vezet, vagy ez mellett vezet el, tehát nagyon könnyen megközelíthető ez a pont akár kerékpárral, akár hajóval. A tervek szerint, mire az idő újra hajózásra és bringázásra lesz alkalmas, már megkezdheti működését az új turista kiszolgáló egység a Tolnai Holdunán.